A műsor támogatója az új Ssangyong Korando forgalmazója, a Fabian Auto. A különleges szinonimái például a kivételes, egyedi, rendhagyó vagy éppenséggel az Evoque. Váratlan kinézetével bármilyen utcaképet képes feldobni, hölgyeim és uraim, egy igazán különleges autó, Range Rover Evoque. Az Evoque úgynevezett kompakt prémium SUV, melyet az indiai Tata Motors leányvállalata, a brit Jaguar Land Rover gyárt. 2011-ben mutatkozott be a nagyvilágnak, kivételes játékosunk pedig már a második kiadás. Az első kiadás felettébb sikeres volt, több mint 770 ezer darabot adtak el belőle, éppen ezért az, ami jó, azt nem kellene elrontani elv alapján. A második nem sokban különbözik az elsőtől, ránézésre. De a lemezek alatt ott van a legújabb technológia. Érkezik majd a plug-in hibrid, de egyelőre csak benzin és dízelmotor lehet az orrában, ebben a 180 lóerős 2000-es dízel figyel, némi elektromos rásegítéssel. A lassulásból származó energiát egy elektromotor segítségével visszanyeri és a padló alatti akkumulátorban tárolja. Az autó érzékeli, hogy meg fogunk vele állni, és 17 km per óra alatt leállítja a motort, majd a következő gyorsításkor az elektromotor is beszáll a buliba. Az Evoque nem csak úgy néz ki, mint amiben van anyagbőséggel, hanem valóban nehéz. 1891 kg a súlya. A karosszéria és a legtöbb futómű elem alumíniumból készült, de a bonyolult hajtás, merevítések, hangszigetelés, szóval ezeknek mindnek súlya van. Valamit valamiért. Hihetetlen, hogy milyen csend és kényelem van itt bent. Simán elférek, pedig közel 190 centi vagyok. És a hátsó szekció sem használhatatlan. Szinte zajtalan arrébb menés. Bámulatos. Tényleg. Amennyire masszív, legalább annyira nőies. Érdekes kettősség. Sok minden voltam már életemben, de tehetős nő még nem. És remélem nem is leszek. De ha az lennék, akkor lehet, hogy lenne egy Evoque-om. Nagynak tűnik, de egyáltalán nem az. 2 méter széles, 165 cm magas, de 4 méter 37 cm hosszával rövidebb, mint például a Porsche 911. Az utastér túlzásoktól mentes. Előkelő anyagok, tökéletes illesztések. Beszélhetnék mellé, de nincs értelme. Az Evoque prémium autó. Amennyiben a gazdag ember úgy dönt, hogy nem tud tovább élni Evoque nélkül, akkor felszereltségtől függően 11,5 és 24 millió közötti összeggel lesz rövidebb a bankszámlája, de szebb lesz az élete. A Land Rover 1947, vagyis alapítása óta terepjárókat gyárt, ezért nem meglepő, hogy ennek a luxus Land Rovernek, vagyis Range Rovernek vannak terepképességei. Sőt, az Evoque legalább annyira terepjáró, mint amennyire SUV. Összkerékhajtás, terepszögek, minden jel arra mutat, hogy ha bemegyünk a susnyásba, akkor ki is fogunk tudni onnan jönni. De hogy ki fog egy ilyen ékszerdobozzal terepre menni? Hát szerintem senki. Ami a fogyasztását illeti, az Evoque nehéz, ezért 9-10, és ezzel a nagyszerű 9 fokozatú automata váltó sem tud mit kezdeni. Indulásnál érezni, hogy egy kisebb tankkal van dolgunk, de aztán nagyszerűen működik a mindenség. Ha elkapja a lendület, meglehetősen sportos. Nagyszerűen viselkedik nagyobb tempónál is. Ha valaki különbözni szeretne gazdag szomszédjától, vagyis azon gondolkodik, hogy német gépet vegyen vagy ne, akkor ez egy nagyszerű alternatíva, és különbözni fog. Mindenkitől. Azonnali hatállyal iratkozzatok fel a Sportlabel YouTube csatornájára, kövessetek bennünket az Instán és a Face-en. Köszönöm!